infrastruktúrális fejlesztés, energetikai korszerűsítés, közlekedési fejlesztés, zöldváros program, barna mezős beruházás. Ezeken a területi operatív programok elemein indult tolna, és nyert közel másfél milliárd forintnyi fejlesztési támogatást. A hat pályázat előkészítése minden programban megtörtént. Az összes területi operatív pályázatnál a támogatási szerződéseket megkötöttük az államkincstárral. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzsment felállt, és a kötelező feladatokat teljesítjük. A leghamarabb várhatóan jövő év októberében annak a kerékpárútnak az átadására kerülhet sor, mely a város Dombori ügyülőteleppel kötő össze. A tavasz elején, ahogy az idő engedi, el fogják kezdeni, a kivitelező el fogja kezdeni a kerékpárút építését, és hát ha minden jól megy, akkor október közepéig nekünk ezt be kell fejezni. A pályázati forrásoknak köszönhetően jelentős energetikai korszerűsítésen esnek át a város iskolái. A négy iskolai épületen 287 millió forint értékben újulnak meg nyilázzárok és korszerűsödik a fűtésrendszer, illetőleg napelemek kerülnek kihelyezésre. A források lehetőséget biztosítanak a magház mögötti volt laktanyai épület játszóházzá alakítására és a Dunaparton a zöld terület családbarát fejlesztésére is. A elmondta, a régóta várt uszoda műszaki átadása folyamatban van. Várhatóan a jövő fél évben már a terhelési próbák alatt a gyerekek már használatba is vehetik. Ezt követően kerülhet sor a hivatalos megnyitóra is.